Az első fél időm múlott, úgy gondolom, nem kezdtük jól a mérkőzést, sok időt hagytunk nekik, sok teret hagytunk nekik játszani, úgyhogy az első fél idő az nem igazán működött, aztán a második fél időre úgy gondolom, hogy rendeztük a sorokat, az már jobban nézett ki, úgyhogy egy abszolút kiki meccset tudtunk belőle kihozni. Sajnos most ennyire volt elég, de hát még van két mérkőzés, úgyhogy... Meglepett titeket valami vásfáz? Nem gondolom, hogy meglepett volna minket, inkább csak mi nem voltunk eléggé élesek. Mit kért a színedben Marco Rossi? Milyen átszervezés? Hát nyilván az első fél idő után sok mindent át kellett beszélni, úgyhogy tényleg próbáltunk mindent, amit mondott, megfogadni és megcsinálni. Így tényleg a második fél idő már jobban működött. Örültem volna, hogyha már az első fél sem is bemegy, sokon múlott. És igen, a szépítő gólnál is úgy gondolom, hogy egy kicsit fölényben voltunk mi, úgyhogy megszerezhetjük volna akár az egyenlítést is. Úgyhogy tényleg ezért is mondom, hogy egy kiki meccset tudtunk játszani a második fél időben. Reméljük, hogy a következő két mérkőzésen jobban rajta. Az otthoniak azt mondták, hogy kicsit ilyen rémültnek, ilyetnek tüntettek így a meccs előtt, tehát te mit gondolsz erről? Éreztél ilyet, hogy nem lett volna meg talán a magabiztosság, vagy kicsit talán tartottad közel nem féltől? Én nem gondolom, abszolút nem éreztem ilyesmit, úgy gondolom, hogy magabiztosság jöttünk ide. Tényleg az első fél idő alapján lehet, hogy valaki mondhatja ezt, de inkább csak nem voltunk elég élesek, de magabiztosság az rendben volt szerintem. Hát nyilván a bemelegítésre kell jobban odafigyelni, a meccs előtti pár órával talán jobban kell készülni fejben, és tényleg az első, ahogy csibba fújnak, már teljesen 100%-osan ott kell lenni. 5-6 éve neked valaki azt mondja, hogy itt leszel egy EB-n, gólt szerzel 52 ezeren belőtt a Fradiban játszol, és ilyen éved volt, akkor hogyan válaszoltál volna? Nyilván aláírta volna az ember, de most annyira nem tud ez érdekelni, sajnos kikaptunk, úgyhogy fókuszálnak a következő két mérkőzésre. Hogy tetszettek a németek tegnap? Persze tudjuk, hogy a németek egy nagyon jó csapat, nagyon erős csapat, főleg, hogy hazai pályán játszanak, de abszolút nincs okunk az aggodalomra, hiszen azért az utóbbi mérkőzéseken is megmutattuk, hogy fel tudjuk velük is venni a versenyt, úgyhogy meglátjuk. Mennyire volt frusztráló az, hogy Svájciak nagyon könnyen bőgöttek az Imolambert, és hogy látod ennek az okát, hogy mindenkeresen volna ennyire megvédelmezni a szerepszót? Igen, tényleg frusztráló volt, de mondom még egyszer, tényleg ezt csak az első fél időben éreztem én, úgyhogy nagyon könnyen kihozták, úgyhogy tényleg frusztráló volt nyilván, de a fél időben rendeztük a sorokat. De benni, hogy éreztek, hogy mi volt ennek az oka? Hát úgy gondolom, hogy nem léptünk ki ütembe a játékosokra, mindig valaki egy kicsit éppen lemaradt, de hát nyilván egy ilyen csapat ellen az pont elég. Utolsó kérdés. Pontot nem sikerült szereztek egy lélektől, de mennyit számít, hogy nem úgy volt, hogy a végén alakult hosszabb a meccs, tehát így gyakorlatilag felből érkeztetek, vagy egyáltalán beszéltetek-e arról, hogy most akarok ki, mire neki állatokban, vagy kiváltott egy tűrt, hogy mégse sikerült pontot szerezni. Persze, nyilván csalódottak vagyunk, hogy kikaptunk, de ettől függetlenül második fél idő az abszolút pozitív volt, úgyhogy szerintem ez magabiztosságot adhat.